Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Köszöntöm a nézőket és két vendégünket, Roatis Andreát és Sági Tímelt. Sziasztok! Sziasztok! Szia Nóri! Szia Bori! Egy pillanat, csak egy másodpercre rabolom a nézők idejét, mert ma van a Bori születésnapja. Jaj! Isten érdessen! Csúnyán megértem, vagy szépen, de most beszéljünk rólatok, mert... Nekem az első kérdés, majdnem a kamerában néztem, de hát látok kell. Hogy az előbb beszélgettünk kint arról, hogy a nevetek alá majd nem kerül semmiféle titulus, és ez a szakmában eleve is egy kérdés mindig, hogy színész, szinkron színész, vagy mit tudom én, színpadi színész, vagy csak szinkron színész, és ti vagytok azok a hangok nekem, az előbb mondta a Bori, hogy becsukom a szemem, és tudom a hangotokat, szerintem minden néző ismeri a neveteket, de íme most itt vannak élőben. Mit gondoltok erről a szinkron színész, VS színész mi dologról? Mi fog a műsor végén oda kerülni a nevetek alá? Most ez kiderül. Én kezdjem, azért nézzel rám? Na, akkor igyekszem röviden összefoglalni. Tehát amikor a gimnáziumban jártam, akkor én három dolog szerettem volna lenni, tehát három álmom volt. Énekesnő, színésznő és énektanár. Tehát... A földön maradó szakma is volt az én képzeletemben, és jelentkeztem is a színművészeti főiskolára, de kifejezetten csak musical szakra, tehát amit én soha nem szerettem volna, prózai színész lenni. Tehát csak a zenész színház érdekel. Persze nem vettek fel a színművészeti főiskolára, ezen egyébként egyáltalán nem csodálkozom. Megviselt akkor? Amikor én olyan nagy ellennel jöttem vidékről, följöttem, és hát ide nekem az oroszlán, hát jól énekelek, hát persze, hogy hát kiskoromtól színésznő akarok lenni, hát miért ne sikerülne? Majd följöttem Budapestre, és megláttam a valóságot. És azt láttam, hogy én azokhoz a felvételizőkhöz képest egy porszem vagyok. Ott mindenki felkészült volt, már egy éve vagy két éve járt mindenfajta előkészítőre. Én meg tényleg, én csak a saját kis tehetségemet hoztam, és én tudtam, hogy ez ide nem lesz elég egyébként. Ráadásul egy hangszavaggyulladást kaptam, szerintem pszichésen, úgyhogy így még énektanár sem lehettem végül, mert onnan meg az alkalmassági vizsgán a gégészetről tanácsoltak el, hogy nem lehetek tanár, énekesnő, színésznő, óvónő. Hát így indult a... pályám, úgyhogy aztán elmentem óvónőnek, és nem lehettem volna egy évig képesítés nélküli óvónőnek, és utána aztán, mivel négy évente indul a színművészetén zenés szak, ezért nem vártam még három évet, hanem a Téva Színi Akadémiába jelentkeztem, ahová fölvettek, és oda jártam. Na és itt jön az, hogy én lelkesen jártam az iskolába, és aztán szépen lassan rájöttem arra, hogy nem véletlenül akartam énekesnő és énektanár lenni. Mert engem tényleg a zene az, ami inkább vonzott, és a színpadról is a zene, és nem a színészet. De közben meg szerettem színészkedni. De mikor színészmesterség órán prózai darabok voltak, egyszerűen egyre rosszabbul éreztem magam, főleg a drámai jelenetekben. Még a vicces történetek mentek, azok illetek az egyéniségemhez, de nem szerettem a drámát, nem szerettem a nagyon mély megnyilvánulásokat, és itt szépen lassan, hónapról hónapra körvonalazódott az, hogy én nem fogok színpadon színészkedni, kivéve ha az ének. Volt egyébként felkérés utána, de mindig nemet mondtam. Volt felkérés filmre, nemet mondtam. Tehát egyszerűen rájöttem arra, hogy nem szeretem magam visszanézni, úgyhogy ez sem biztos, hogy visszafogom, de nem szeretem magam visszanézni, mert mint színpadi, prózai színész nem éreztem magamban azt, hogy én olyan vagyok, amihez. Koncertfelvételeket sem nézem. De azokat visszanézem, ugyanis, mint énekesnő viszont van önbizalmam. És akkor jól látni magad. Pontosan, és ezért kezdtem el végül énekelni, úgyhogy vannak gyerekműsoraink, tehát gyerekeknek is énekelünk. Az egy kicsit olyan színházias, hiszen interaktív műsorok, jelmezzel, mindenfajta kreatív dologgal, saját dalokkal, és akkor van a felnőtt verzió is, ahol ugye utcabál, parti, lakodalom, bármi, ahová hívnak bennünket, ott szívesen énekelünk, és de ugye bugyogott bennem azért a színészi véna is, egy kicsit azért szerettem volna ebből megtartani, de úgy, hogy ne látszódjam, és hát hol lehet? Hát a szinkron, ahol nem látszódom, és éppen ezért én azt gondolom, hogy nem hívhatom magam színművésznek, hiába jártam színitanodába,
nem érzem magam színésznőnek, hisz színpadon színészként én nem játszottam, filmben színészként én nem játszottam, és ezért én azt gondolom, hogy én inkább vagyok szinkron színész, és énekesnő. Énekes. Akkor a válasz. Majd mindjárt még kérdezek, de azért az Andi is mondja. Gyakorlatilag majdnem mindent elmondtál előttem. Annyi különbséggel, hogy én a Magyar Rádió gyermekkorúságban énekeltem, és én nagyon szerencsés helyzetben voltam akkor a többiekkel együtt, akik akkor felléphettünk a Milánói Szkálában, és egy fél éven keresztül mi majd minden nap szerepeltünk a színpadon. Hány éves voltál akkor? 13. Micsoda élmény. És 13-14, mert több városban léptünk fel ugyanezzel az operával. Úgyhogy én akkor azt gondoltam, hogy nekem a színpad az tökéletes lesz, hát utána már nálam sem úgy alakultak a dolgok. Nekem is rengeteg szakmám van, logopédus vagyok, van idegenvezetői képesítésem, illetve van egy bölcsésztanár végzettségem, Hollandszakon végeztem az egyetemet, de mégis a szinkronizálást tartom az igazi szakmámnak. Én sem tartom magam színművésznek semmiképpen, amikor valaki ezt mondja vagy írja ki, én akkor nagyon zavarban vagyok. Én is szinkron színésznek tartom inkább magam, bár van ebből konfliktus a szakmában, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ilyen nincs. Van szinkronizáló színész, de hogy színész van. Nyilván nem szoktam azt mondani, hogy nem vagyok színésznő, színésznőnek tartom magam, de inkább szinkron színésznőnek. Hogyha bemutatkoztok, tudjátok, van, akik megkérdezik, hogy mi a foglalkozása, akkor mi történik? Én így mondom, szinkronizálok és énekelek. Aha, de jó. És ezzel pont. Mondjuk én azt szoktam mondani, hogy színésznő vagyok, de semmi problémám nincs ezzel, hogyha valaki esetleg azt mondja, hogy szinkron színésznő. Ez talán inkább akik színpadon játszanak, azok igen. Kérik ki maguknak, igen. Hogy ilyen nincs, hogy szinkron színész, mert ők vagy akik csak szinkronizálnak, nem játszanak színpadon, de mégis színésznek gondolják magukat. Olyan is van. Az is van. Te fordítasz is. Igen. Elég komoly szinten. Fura egyébként, mert nagyon régóta fordítok. Vagy az milyen nyelvről? Az első filmem az holland, egy holland film volt, és 97-ben volt. Tehát nem olyan régen fordítasz, de szinkronfordításról beszélünk elsősorban. És akkor még egyetemista voltam, akkor még nem volt ilyen technika, a videókazettáról tekertem vissza. Oh. Nem is tudom, hogy akkor azt hogy bírta a videó lejátszom. Teljesen véletlenül kerestek meg, mert ez egy olyan holland film volt, amihez egy nagyon rossz minőségű angol fordítás volt, tehát nagyon sok mindent kellett volna lehallgatni. Akkor az volt a szerencsém, hogy nekem éppen egy holland barátom volt, aki nekem nagyon sokat segített ennek a filmnek a fordításában, és gyakorlatilag bedobtak a mély vízbe, és nagyon élveztem. Nagyon kevés holland film volt egyébként. Most is, nem? Bár most már több van. De akkoriban a Duna TV, meg az HBO, ha ilyeneket lehet mondani, valahogy akkoriban vettek ilyen filmeket, és szerintem nagyon jó minőségű filmek, tehát színvonalas filmek voltak, és én mindig örömmel mondtam rá igen, csak hát a technika azért így elég korlátozott volt, akkor nem volt. Volt már internet, de nem olyan szinten, nem tudtunk egy csomó mindenek utána nézni, úgyhogy sokkal nehezebben és lassabban ment a folyamat, mint most, de én így nagyon élveztem. Aztán az utóbbi 3-4 évben kezdtem el angol filmeket is többet, és nagyon jó lehetőségeket kaptam. Sorozatokat is próbáltam így a maximumot kihozni belőle. Nagyon nehéz munka. Ezt akartam kérdezni, hogy bírod ezt a munkát? De a fordításban segít az, hogy szinkronizálsz? Igen, abszolút segít. Bár volt egy időszak, amikor én elkövettem azt a hibát, amikor még a kisfiam szobájában éppen építkeztünk, akkor az ő szobájában volt egy kis sarok, ahol dolgoztam, és nem olvastam hangosan rá. Uh-huh. Úgyhogy ennek a titka az, hogy hangosan kell ráolvasni. És te tényleg ráolvasod hangosan? Én rá. Hát szerintem 8 dramaturgból fél olvassa rá hangosan. De jelentkezzenek, hogyha ez nem így van, hogyha tévedünk. Hozzá kell tennem, nem én vagyok a leggyorsabb fordító.
Tehát én nem... Akkor ebből kell, kifolyólag neked kell idő? Nekem kell. Hát, kell nekem idő. Azért egy hét legalább kell. De nem csak azért, mert ez egy hosszadalmas folyamat, hanem azért, mert az egyik napom ilyen, a másik napom olyan. Yeah. Úgyhogy meg képtelen vagyok. Tehát reggel 8-tól este 8-ig én nem tudok dolgozni. Igen, van olyan kolléga, aki egy huzamban meg tud csinálni egy filmet két-három nap alatt, vagy rövidebb idő alatt is. Mire én összeszedem az összes gondolatomat, meg leülök úgy dolgozni, hogy akkor most csak erre koncentrálok, az nagyon ritka. Úgyhogy én így kis etapokban szoktam dolgozni, de igyekszem így. És amikor filmet nézel, akkor már két szemmel nézed a filmet, a szinkron hangokra is figyelsz, meg a dramaturg munkájára én is? Én annak nagyon szoktam örülni. Ja, hogy amikor szinkronizálok, akkor... Nem, amikor, hát akkor vagy a saját is. Filmnél. De amikor nézed így a filmet a tévébe csak... Amit te fordítottál. Hát amit én fordítottam, nagyon fura, hogy én mindenki kérdezte, hogy nem akarnám el megrendezni, de nem stúdió, csak hogy kollégák, hogy nem akarnám el megrendezni ezt a filmet, mert hogy én ismerem a legjobban a filmet, nem. Tehát rendezni nem, az annyira nem áll hozzám közel, viszont nagyon fura, hogy miközben fordítom a filmet, nagyon sokszor hallom a magyar hangokat. Uh-huh. És nagyon sokszor betalál. De jó! És én akkor nagyon szoktam örülni, amikor ugyanaz a színész jut eszébe a rendezőnek, akire én gondoltam. És saját fordításodat szinkronizáltál már? Volt rá példa, de igen. Szintén fordító? Ne! Egyébként az fura, mert szóval a dramaturgok többsége azzal küzd, hogy ugye az eredeti szöveg a sokkal hosszabb, és úgy megformálni a magyar szöveget, hogy ez tényleg ráférjen, de közben meg ugye ott van a dilemma, hogy mi az, amit kihagyjak. Tehát a mondat értelme meg kéne, hogy legyen, viszont az eredeti nyelven beszélő színész sokkal gyorsabban beszél, vagy mondjuk sokkal lassabban, de ez a ritkább. Hogy mindent bele akarok rakni. Tehát remélem, volt már rá példa, hogy kértem a rendezőt, hogy gyors beszédű színészt kérje, igen, vagy hívjon, mert nem tudok ebből kihagyni. Uh-huh. Hollandul tudnál szinkronizálni? Csináltam nemrég most Úristen, mi volt? EBVB, ezt kivágjátok, remélem. Hm. Nyugodtan mondhatod. Mi volt VB? Most? Hát nem tudjuk. Gyerekemet tudnám. De milyen? Foci. EB. EB. Uh-huh. A foci EB-n felkértek, most már beszéltek róla, akkor volt egy titoktartási nyilatkozat, és a szurkolók, ugye a holland szurkolóknak hollandul kellett bemondani a szöveget. Oh. És akkor erre felkértek, hogy hol van a kiárat, nagyon meleg volt, hozzanak magukkal elegendő vizet, szóval ilyeneket kellett mondani, és ez nagyon vicces volt. De ezért elküldtem egy holland barátomnak, hogy léci, hallgass meg, hogy minden tökéletesen érthető-e. Uh-huh. Úgyhogy nem, hollandul nem szinkronizáltam, és szerintem nem is tudnék. Uh-huh. Az angolból kifolyólag sem, arra volt már példa, hogy angolul kellett utószinkronizálni egy filmet, és az ember másképp beszél egy nyelvet, gyorsaságban, kiejtésben, mint az anyanyelvét. Úgyhogy szerintem hollandul sem menne. Egyszer próbálkoztam meg egy reklámmal, egy holland reklámmal, hát nem engem választottam. De ez jó. Úgy érzem, hogy jól sikerült, és így a visszajelzés is olyan volt. Timi, az első emléked a szinkronizálásról, az mi? Ez nagyon vicces lesz. Pannonia Filmstúdió. Még a régi. Hűvösvölgyi út. Egy tekercs reggel 8 óra, Tomasevics Zorka. Zorka megint felmerült a neve, hát minden egyes adásban. Neki nagyon sokat köszönhetek, imádom, szeretem, köszönöm. És ő is engem, ezt segített engem sokat a pályán. Reggel 8-ra kimentem, hát azért én elég messze laktam onnan, tehát 6-kor keltem, hát azért kimentem, egy tekercs, annyi volt a történet, hogy éppen én fekszem az ágyon, már nem én, hanem a hölgy, akinek a hangját kellett adnom. Rajtam egy úr, egy olyan pózban, amit szerelmesek csinálnak egymással. Berúgja valaki az ajtót, lelövi azt, aki rajtam volt, és nekem fel kellett sikoltanom. Felsikoltottam reggel 8-kor, és mondta az Orka, köszönöm szépen a munkát. Úgyhogy ez így az első munkák között, és egyébként még... De nem ment el a kedved ezekkel. De, hogy ment el, és még
A vészhelyzet, igen, még a vészhelyzetben voltam spanyol, csak hogyha már. Uh-huh. Imádom egyébként a spanyol nyelvet, de soha nem tanultam. És egy spanyol házaspárt kellett csinálnom egy epizódban a Kapácsi Mikivel, aki volt a spanyol férjem, aki egyébként hát egy nyelvzseli a Miki, igen. Meg hát ismerjük, hogy milyen személyiség. És egyébként nekem a Miki ott annyit segített. Hát én tényleg akkor pár hónapja kezdtem a dolgot, és ez egy elég komoly szerep volt. Tehát tényleg az Orka látott bennem valamit, és tényleg köszönöm neki. Rögtön spanyolul egy epizód szerepet a vészhelyzetben, uh-huh. És a Mikivel, de a Miki, tehát így egy jó kombót alkottunk, és tehát ez a kettő, amire úgy az első munkáim közül emlékszem. De hogy volt az út, amíg eljutottál a reggel 8-as szex jelenet elsőteket? Természetesen tömegeztem, ha erre gondolsz, nagyon sokáig tömegeztem, és én nagyon szerettem a tömegezést, és én azt gondolom, hogy én komolyan is vettem. Ti is tudjátok, hogy vannak kollégák, akik nem veszik komolyan, akik csak makognak, vagy totyognak, vagy motyognak, amikor kiabálni kell, akkor nem kiabál feltétlenül, mert félti a hangját. Én kiabáltam akkor is, ha másnap fellépésem volt, mert ha elvállaltam ezt a munkát, akkor meg kell csinálni. És talán én voltam az is egyébként érdekes, aki soha nem mondtam le a tömeget. És így az elmúlt 10-12 évben stúdiónként így, egyszerűen nem hívtak tovább tömegre, hanem elkezdtek szerepre hívni, kis szerepre, nagy szerepre, és ez a mai napig így van. Tehát én most már, mióta nekem a kisfiam megszületett, én ugye most 7 éves, 7 és fél éves, én azóta nem tömegeztem, pedig soha senkinek nem mondtam, hogy én nem vállalok. De ez is érdekes, ezen is például most mindig eszembe jut valamilyen kérdés ezekről, hogy mondtad, hogy kis szerepre, nagy szerepre, hogy te vagy az a színésznő, ha megengeded, és remélem, hogy nem fogsz megsértődni ezen, miért is tennéd, Mikit eseted? Amikor először arra gondoltunk, hogy behívunk, akkor az jutott eszembe, hogy a Kapácsi jó lett volna, ha még ő is itt van, a Kapácsi Miklós. Igen, igen, valahogy. Igen, mert nekem te a női Kapácsi Miklós vagy, a szinkronban. Igen, olyan igen. Jellegzetes a hangotok, a habitus, hát szemed, igen, hűen is felismerem, de tényleg. Hát, és amikor látunk valamiféle karaktert, ugye rögtön mondjuk, ó, ott ez a Kapácsi legyen, aha, és ő igen, az, és a Sági Timi legyen, és ő. Tehát, hogy megvan egy bizonyos... Hát igen. Meg van egy olyan energiaszintetek, mind a kettőtök. Igen, pörgünk állandóan, igen. Tehát oké, nekem túlműködik a pajzsmirigyem, és akkor van is, aki megkérdezi, hogy Timi, szeded rá, de szóval nagyon szeretett. Tehát igen, tehát ez a pörgök, igen, és a Miki is ilyen. Igen, és hogy ki, a Miki is olyan, meg te is, azt gondolom, hogy te megcsinálsz 200 tekercset is, fél éves sorozatot is, de kettőt is megcsinálsz. Megcsinálsz 15 perc hangalát is, de akár 160 percet. Én ezt szoktam mondani, amikor egy gyártásvezető felhív, aki megszokta, hogy az a rendező, akinek ő gyárt, nagy szerepre hív, és akkor felhív, hogy te figyelj, nem értem, kettő tekercsre hívott, és mondtam, figyelj, én vagyok az, szerintem, akit bizonyos rendezők főszerepre is kihívnak, bizonyos rendezők meg nullára. Tehát, igen, nagy, igen, egyébként egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hány rendező, akivel nem dolgozom. Tehát azért szerintem nagyon lehet, hogy nincs is olyan. Most nem is tudok hirtelen uh-huh. mondani olyat, de igen, én vagyok az, és mindig azt mondom, ezentel ne keseredj el. Mert csináltam én úgy egy tekót, hogy az olyan tekó igen, volt, igen. És az olyan karakter volt, hogy a végén még én hálálkodtam érte, mert az egy olyan figura volt, és ez valahol ez egy jó dolog szerintem, hogy azt mondják, hogy igen, picit szerepel a filmben, egy percet, egy tekó, de ez nekem akkor is a Sági Timi. Uh-huh. És akkor én ezt örömmel csinálom meg, ebben nincs. És csináltam már úgy 200 tekót, hogy nem biztos, hogy az én figurám volt, és szenvedtem egy kicsit. Is van. Uh-huh. Addi, neked hogy Addi... indult ez az egész igen. szinkronizálás? Nekem... hát igazándiból nekem is több etapban indult el. Az első Markovics Tomi barátommal uh-huh. mentünk fel a Pannónia filmstúdióba, és ott toporogtunk a színész egyeztető előtt, amikor a Tomi ezt megunta, és kinyitotta az ajtót, és belökött. És akkor bemutatkoztunk, hogy mi szeretnénk szinkronizálni. Akkor egy nagyon helyes gyártásvezető volt, aki minket körbevezetett. Nagyon kedvesek voltak a rendezők is, ez még a Pannóniában volt. Van, aki hívott, akkor még volt távirat, mert mobiltelefonunk még nem volt, sőt, nekünk még vonalos telefonunk sem volt, úgyhogy ez nagyon nehezen indult, de aztán szereztünk, vagy hát volt telefonkötvényünk volt, és akkor lett vonalos telefonunk, de jó. És anyukám vett egy
készüléket, ami rögzített, és volt egy ilyen kis kütyű hozzá, amit utcai telefonfülkéből, hogyha becsipogtad a... És akkor ott mondta el, akkor le, és én aláli. Szerintem naponta nem tudom hány forintot költöttem el arra, hogy így visszahallgattam, hogy van-e a rögzítőn üzenet. Ez volt az első, amikor így körbevezettek minket, de nem indult el nagyon a szinkron, megmondom őszintén. És én akkor vettem egy mély levegőt, a Margitnál volt egy nagyon helyes lány, aki odaadta a Vajda Pista telefonszámát, ami egyébként ultra titkosított volt, úgyhogy amikor én fölhívtam a Vajda Pistát, akkor gyakorlatilag rosszul volt, hogy én honnan tudtam közösszámot. Teljesen ismeretlen. Teljesen ismeretlen, fogalma nem volt, hogy én ki vagyok. Ki adtad a forrást? Mit akarok? Igen, egyébként. Szegény. Ági sarkát hátra fogja kötni, de nagyon helyes volt egyébként. Szóval, hogy ez pozitív is volt, mert nagyon meglepődött, hogy én fel mertem őt hívni. És bátor is, bátor voltam, igen. És akkor mondta azt nekem, hogy én slágfertig vagyok, amit akkor nem tudtam, hogy mit jelent az a szó, hogy meg kellett néznem. És behívott, akkor ő a Guldenburgok örökségét rendezte, és ez volt a próba felvétel, hogy nekem akkor ott improvizálnom kellett valamelyik figurára. És akkor látta, akkor még nem láttál soha életedben? Nem. Vásznat? Nem. És ott improvizálni? Igen. Papír nélkül? Igen. Ez jó. És aznapra kaptam, vagy aznap kaptam másnapra 2 darab diszpót. Wow. Az elsőnek a címe a Hanover Street volt, ami egy Harrison Ford film volt. Hogy megérdeztem. Igen. És a Patsy Kensitet szinkronizáltam benne, aki ő, akkor... Aki egy énekes nő is. És aki akkor 6 éves is volt abban a filmben. Ja. Oh. Én meg 18. Azonnal gyerekhangot láttak. Igen. A másik filmnek a címére nem emlékszem, de abban többen voltunk gyerekek, és én rettenetesen kilódtam. Nagyon. Tehát ők azt hitték, hogy én ezt úgy föl fogom tolni. És nem nagyon nehezen ment. Tehát nem is igazán, tehát volt bennem vágy arra, hogy én szinkronizáljak, mert nekem volt otthon egy szalagos magnóm, amin rengeteg rádiómesejáték volt, és azokat fejből tudtam, mert minden este, hát nem csak este, de gyakorlatilag azokat hallgattam, és ezzel föl is lehetett venni. Úgyhogy én felvettem egy csomó mindent, amiket írtam, vagy verseket, vagy ezekből részleteket. Úgyhogy én így hallgatgattam vissza a hangomat akkoriban, tehát én is azt gondoltam, hogy ez nekem majd így menni fog. Hát nem ment. Tehát annyira nem ment, meg akkor még nem is volt fejhallgató. Igen, tehát egyszer megnéztük a próbát, és akkor gyakorlatilag teljes csendben rá kellett mondani. És ez, hát igen, ez... Még akkor papírral a kezünkben, nekem nehezen indult. De ennek ellenére elkezdtek hívni. Szóval, hogy nem állt ott meg a történet, de emlékszem, hogy mindig az 56-os busz megállójában álltam, a Moszkva téren, és mindig azon gondolkoztam, hogy kell ez nekem. És szerinted miért hívtak? Hogyha te ezt érezted belülről, hogy úristen, nem megy, jaj. Mégis hívtak, annak valami oka kellett, hogy legyen. Hát ezt mi most már tudjuk. Jó, mi már, igen, de hogy ő akkor honnan, hát, tudta-e? Én pont a tömegezések kapcsolatban, én is sokáig tömegeztem. Én nagyon örültem egyébként annak, hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy tömegezni lehetett. Mert megtanultunk az alapokat. Meg a technikai része. Az... Szóval a tömegezés igazándiból az is nehéz benne, hogy improvizálni igen, kell. Igen. És szerintem ez egy alap, egy lépcső ahhoz, hogy utána tovább tudj menni. Meg hát az is hozzájárult, hogy azért nagyon sok olyan rendező volt, aki bizalmat szavazott neked. Tehát nem kaszált el rögtön, hogy te béna vagy, és hanem hagytak időt, meg a mostani felfokozott tempó, az jó, akkor is kellett haladni, de nem volt olyan, kicsit több idő volt rá, kicsit több türelem. Meg hát én nem csak a Covid miatt, hanem már korábban egy pár éve ugye külön dolgozunk. De mellettem a kollégáktól, tehát egy Andrei Györgyitől, egy Juhász Jácintól egészen más így el lesni
dolgokat, meg mellette összeszedni magad. Tehát emlékszem, az első nagyobb filmem a ma filmben, az az Apám a hős volt. És a Helyei László volt a partner, ami volt a Depardieu, és én, amikor megtudtam, hogy megkapom ezt a szerepet, iszonyatosan izgultam, mert mondták, hogy hát kicsit morózus, és hogy próbáljak meg koncentrálni, és hogy aludjam ki magam, és meg egyebek. A világ legtündéribb embere volt. De szóval, hogy én... Nekem vele is ilyen. Nekem én is nem emlékszem arra, hogy nekem bármilyen rossz érzésem lett volna. Nem találtam el mindent elsőre, és majdnem minden tekercset párban vettünk föl. Életem egyik legjobb emléke, hogy olyan... De ez a Viszonyok című sorozatban volt, amit az előbb mondtam, a Juhász Jácint volt az apukám, az Andrei Györgyipeket pedig az anyukám. Csodálatos emlék. Andrei Györgyi, nekem nagy kedvenc. Csodálatos emlék. Hát tudom, hogy egy kicsit korai még, de éppen ez az izgi benne. Szóval, ha most majd elköltözöm az úrról, valahogy kíméletesen kéne beadni anyuéknak. Helyes, és ez azért is jó, mert akkor a szombati buli afféle búcsú buli lesz neked. Dehogy is, Jen, az a te bulid lesz, és az is marad. Hát jó. Nem mondasz semmit? Nincs véleményed? Jó, vegyük számba a teljes veszteséget. Elköltözöl egy lepra kéglibe egy pasashoz, akit mióta is ismersz pár hete? Aki ráadásul egy haverjával lakik kétes körülmények között, komoly anyagi háttér nélkül. Így van? Jen, tudom, mit csinálok. Mit gondoltok, mi nagyon sokat beszélünk erről a felfokozott tempóról, ami most van és ami akkor volt, hogyha most kezdenétek szinkronizálni, és nem lenne ilyen partneretek, mert most már a fiatalok nem dolgoznak ilyen partnerekkel. Hogy tanulhatják meg ezt a szakmát egyrészt, másrészt pedig most kezdenétek el annyi idősen, azzal a rutinnal, ami nem volt, akkor is eljutottatok volna ideig ebben a szakmában? Szerintem a mostaniak, akik most kezdték el, teljesen mindegy, hogy most ők végeztek főiskolát vagy sem, szerintem ők ezt másképp látják. Lehet, hogy ez a kérdés egyébként így, őket, engem tényleg érdekelne az ő véleményük, hogy ők ezt így hogy szokták meg. Nekem már az is nehezemre esett, hogy a papírról átszokjunk a monitorra. Engem én mindig zavar. Én az elején tényleg szétestem, én nem tudtam, hogy hova. Most is van egyébként pár olyan stúdió, ahol nem esik bele a férje. Igen, nem is látókörömbe. És csak hogy értsék a nézők, hogy az van, hogy ugye eredetileg úgy volt, hogy állunk a mikrofon előtt, és kezünkben van a papír, és pont szembe van a monitor, tehát lehet látni. Nyilván ahhoz is nagy koncentráció, meg ügyesség szükségeltetik, de általában ment. De most nincs már papír a legtöbb stúdióban, hanem egy monitor van, ami megy a szöveg, és ráadásul a rendező görgeti, vagy ugráltatja jó úgy esetben, ahogy kell. És az viszont itt van. Vagy itt van, vagy itt van, hát van vagy ott van, vagy nem tudom hol. Nem, igen, nekem is ez. És hát ez bizony megnehezíti azért a színészek munkáját. Én erre rettenetesen nehezen szoktam rá. De amikor még papírról dolgoztunk, akkor is volt olyan, hogy olyan kolléga állt mellettem, akinek nem láttam a papírjegyzőt. De az, annak volt egy varázsa. Vagy így mozgatta. Igen, benne volt. Vagy aláhúzta. Vagy amikor aláhúzta. Az de zavaró. Vagy sose húzzátok alá. Vagy kijavítottuk, mert vagy rá lehetett mondani a szöveget. Vagy összevonjuk. Az a kolléga kicsit idegesült. Tényleg ti papírgyűrögetősen vagytok? Nem, de volt párszor gyűrött papír a kezemben, és akkor tudtuk, hogy melyik kolléga volt, most nem mondok nevet. Igen, ezt mindenki tudja. A papírgyűrögetés. Volt olyan szerep, amit visszautasítottatok? Valamiért? Vagy a kezdéskor, vagy valami. Ez most bocsánat, hogy elmondom. A Kriszta, a német Kriszta ugye volt itt egy vagy két adással korábban, és ő mesélt egy történetet a Zákányi Balázssal kapcsolatban, és nekem szinte szóró-szóra ugyanaz történt egy másik sorozatnál, és ott az volt a baj, én, mivel ugye énekesnő vagyok, én a fülem után megyek, én nagyon a fülem után megyek. Én változtatom a hangomat, tehát ha nagyon hallom, hogy nagyon mélyen beszél, akkor én egy kicsit azért teszek bele. Ha nagy magas, ha kedves, akkor pedig kicsit próbálok kedvesebb lenni. És volt egy hosszú szappanopera, amit terhesen, tehát éppen terhes voltam, és megkaptam a Balástól. Egy idősebb házvezetőnő volt, aki állandóan ezt csinálta. De tényleg?
én megjajjongtam. De a Balázst ez idegesítette. Hogy én ne jajjongjak, de Balázs, hát hallom, hogy jajjong. És én tényleg, én imádtam, én nagyon szerettem a Balázsra dolgozni, én tényleg bennem sosem volt görcs, ha mentem hozzá, kivéve ennél a sorozatnál, és akkor amikor ilyen 7 hónapos terhes voltam, és mindig mondta Balázs, hogy ne jajjon már, de hát én már ide is akartam figyelni, meg még a jaj, meg jött a fülem, és mondtam, hogy Balázs, én tényleg nem sértődök meg, de én muszáj, én megyek a fülem után, nem tudok visszavenni, látod, én ennyi vagyok. És azt mondta, nem cseréllek le. Ez szó nem lehet róla. Tehát igenis, te ezt megcsinálod, azt mondja, de nekem ne jajjon, mert attól én kimegyek a világból. Azt mondta, meg tudod csinálni, vegyél egy kicsit vissza, jó lesz. De az volt a baj, hogy sok voltál? Az volt a baja, hogy mentem utána. Igen. Aha. A idegesít, tényleg idegesítő volt. De ez volt a cél, nem? Hogy idegesítő hát legyen, nem? Hát egyébként nem. Nem. Egyébként valóban túljátszotta a kollégina. Túljátszotta. Hát ez volt az arcán. Ez volt az arcán. Nem tudtam mit csinálni. Tehát nekem ez azért volt nehéz, mert mentem utána, és ő viszont tompít, azt akarta, hogy a magyar verzió jobb legyen. Igen. Nézhetett, tehát ő jót akart, csak én meg a fülemnek nem tudtam parancsolni. Nagyon nehéz a megoldás. Hát az lett a megoldás, ez nagyon durva, ez most egy kicsit szomorú történet lesz itt a kacagásból, megszültem, az még nem szomorú. Az még nem szomorú, egy szerdai napon, és akkor a következő héten anyukám nálunkon segíteni, és kedden éjszaka ősztrókot kapott nálunk. Oh. Tehát ott voltam otthon egy 6 napos babával, de nekem szerda reggel 3-1-8-kor diszpon volt a Balázsnál ezt a figurát, hogy csinálj. Ugye hát én egész ilyen nem aludtam, mivel sírtam, tehát ez egy nagyon, tehát egy, ott volt a legnagyobb boldogságom lett volna, és ott volt a másik fontos személyem, aki viszont nem tudtam, hogy túlélje azt az éjszakát. És akkor nekem meg nem kellett dolgozni, mert ugye ez is egy olyan, mint a színpad, tehát ugye nagyon sok színésznő. És mentél. Színész, és mentem. Vittek, tehát nem én vezettem, hanem mentem. Nagyon sokat, tehát folyamatosan sírtam, de mindig rám jött a sírás, tehát egy lassabb munka volt, egy munkafolyamat, mert folyamatosan ott járt az agyam anyun, de azért meg kellett, hogy csináljam, és igen. És de én ugye, amikor megszültem, akkor abban az évben én csak a sorozatokat, amiket már elkezdtem, azokat csináltam, tehát nem vállaltam új dolgot, vagy valamit, azért baba mellett nem szerettem volna. Ez egy nagyon nehéz, életem legnehezebb munkája volt inkább. De megcsináltam. Azért a te nevedhez szorosan hozzátartozik a Penelope, a gyilkos elmék, ami meddig is futott? 15 évig Penelope Garcia, gyilkos elmék, Pócsi Kildinek örök hála, ugyanis nekem azt gondolom, hogy szerintem a renomém, ha lehet így mondani, így a szakmában, ott változott meg. Tehát én megkaptam, ő volt oly bátor, hogy engem olyan nevek mellé, hogy Lux Ádám, Szersény Gyuszi, Götz Anna, és még Zámborisoma, Seder Gabi, és Ulman Zsuzsi, így ez volt a kezdőgárda, és ugye én. És na, tőlük rengeteget tanultam, mert az első X évadot azért mi még úgy vettük, hogy együtt voltunk. Uh-huh. És azért, na, tőlük... az buli volt. Hát, ugye én nekem azért volt ez zapszám a popomban, úgyhogy én azért nagyon sokat így figyeltem, meg mindent, tehát én nagyon izgultam, de hát nagyon aranyosak voltak, főleg az Ádámmal meg a Somával szerettem egyébként dolgozni, meg velük is volt a legtöbb jelenetem. Uh-huh. Én nagyon sokat köszönhetek ennek a sorozatnak, és ezt a sorozatot végül nem is csak az Ildi, hanem azt hiszem, hogy kiszámoltam, csináltam egy ilyen összegzést annól, amikor befejeztük 15 év után, hogy 8 rendező. 8 rendező, és a többségük egyébként szerette és lelkesen állt hozzá, és ezt tényleg köszönöm is nekik. Tehát, mert ugye, amikor valaki kioszt egy sorozatra szerepet, megkapja egy másik rendező, akkor lehet, hogy ez a rendező nem annak adta volna azt a szerepet, és ezt úgy néha azért érzi az ember. Én már volt rá példa, hogy éreztem. De igazából mindenki szeretettel állt hozzá, úgyhogy jó. De azért egy ilyen sorozatot, mit tudom én, a harmadik, negyedik évad, vagy fene tudja ki mikor, de annyira benne van a színészben, hogy már gyakorlatilag full mindegy, hogy ki ül a rendezői székben. Nekünk? Idézőben mondom, hogy nekünk mindegy, de közben meg tudom, és most nem akarom kimondani a nevet, de az egyik szereplője mondta, hogy amikor egy bizonyos stúdióba átkerült, és egy bizonyos rendező vette át, akkor egyszerűen azt mondta neki, hogy amit eddig 5 évig csináltál, ne azt csináld. Igen. És akkor az azért úgy rossz. Tehát engem hagytak. Tudták, hogy én ezt úgy tudom, mert hogy
itt is a fül után mentem, tehát a Penelope Garcia egy nagyon cuki figura, igen. Tehát tényleg olyan kedves, bájos, együtt sírtunk, nevettünk, tehát tényleg nagyon aranyos, nagyon szerettem csinálni, és hát remélem, hogyha jön még Magyarországra olyan, amiben a Christian Wagner-szól lesz, én leszek a szereplője, mert egyébként nem akarok így ragaszkodni figurákhoz, de azt gondolom, hogy igen, ez az, ami úgy összefort velem. Hello, jó estét! Szóval, a Montanai Egyetem hallgatóját Douglas Clarkot a kocsia mellett találták ma délután legalább egy tucat szúrcsebbel. A gyilkos ott hagyta a névjegyét. Hát ez valóban egyedi nyom. Több hasonló eset történt a környéken. Szerencsére nem. Akkor hogy kerülünk a képbe? A múlt hónapban egy helyi boltost halálra gázoltak, a tettes diák volt, és a jó szituált papa elintézte, hogy megúszta egy ennyebennyével. Gondolom, a helyiek nem vették jó néven. Mondhatjuk így is, egy egyetemi klubházat majdnem porig égettek. Félő, hogy a gyilkosság tovább fokozza a feszültséget a diákok és a helybéliek között. Andi, neked is volt, igen. Bocsáss meg, ilyen nagyon kultikus sorozatod. Segíts nekem, mert én tudom, hogy amikor a gyerekeim tévét néznek, mikor még fiatalok voltak, és ez a klasszik csatornák, amit az ilyen 10 és 16 év közé ment, én meg főztem, és mondom, Andi. Hát volt, sok ilyen sorozatom volt, ami a mostani korosztálynak már nem nagyon mond semmit. Ami ilyen volt, a Sabrina a tini boszorkány. Abba elmerültem tegnap. Nagyon jó. Akár ez a Viszonyok, amit az előbb említettem, ez vasárnap esténként ment, főműsoridőben az M1-en, és ez akkor az egyik fő sorozat volt. Viszonyok, biztos, hogy láttam benne. Én ott hallottam először úgy igazán az Andit, és jegyeztem meg a nevét. Iszonyatosan jó volt. Tehát, nagyon jó szerepposztás volt, mindenki, aki benne volt. Széles Tomi, Markovics Tomi. Úgyhogy azt nagyon-nagyon szerettem, és fura, mert például annak a sorozatnak a kapcsán kezdtem reklámokat csinálni. Volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy aki a Viszonyokban van, azt kérem. Igen, te sok reklámot is csinálsz, és csatornahang is vagy. Igen. Ez fontos, mert... Én nagyon sokat köszöntök a reklámok terén a Rutka Robinak, meg a Szent Mihály Gábornak, úgyhogy én ott kezdtem a reklámokat mondani. De arról nem beszéltünk, Anni, hogy te neked hogy indult a színészi pályád? Hát gyakorlatilag így, hogy a Pannonia filmstúdióban így, tehát, hogy sorra... De a Markovics belökte. Jó, a Markovics belökte, de hogy találkozott a Markovicsal? Igen, a Markovics... A Margit elhangzott, hogy valószínűleg Földesi Margit cím játékországa. Hát azért ez akkora kultikus hely, hogy ez hihetetlen. És ugye ott nagyon sokan voltak, Zsigmond Tami, Németh Kristóf, Milárovics Pepe, akik ugye folyamatosan szinkronizáltak. Uh-huh. És akkor így mi is elkezdtünk. De hogy kerültél a Margithoz? A Margit az úgy került... De a Markovics. volt egy osztálytársam, aki a Margit telekszomszédje volt lent a Balatonon, és én énekeltem sokszor így a suli ünnepségeken, úgy itt az volt régen a becenevem, hogy pacsírta, nem én adtam magamnak, de sok pacsírta, ez volt így a suliban, a középiskolában a becenevem, és az osztálytársam a Robi volt a Margit fiának a barátja, meg a telekszomszédjük, és valahogy így ő és volt az, aki így engem oda elvitt. És akkor a színművészetére szerettem volna, illetve fel is felvételiztem is, csak nem vettek fel, De már nem bánom, mert ugyanezt, amit a Timi mondott, én nem éreztem a színpadot annyira magaménak. A szinkront, azt igen. Bár nekem ez egy hosszú folyamat volt, azért nem az neked volt, idő kellett egyik hozzá. Napról a másikra. Én bevallom őszintén, hogy nekem tényleg egy hosszú folyamat volt. Nekem tényleg nagyon sokat segített a tömegezés is. Az is sokat segített, hogy nagyon sok olyan rendezővel dolgoztam együtt, akik bizalmat szavaztak nekem, hogy nem lett ez egy kudarc az egész már kezdetektől, és az, hogy rengeteget tanultam a kollégáktól. Persze volt olyan is, aki mellett nem éreztem jól magam, ha már háromszor elrontottam valamit, akkor egy levegővételből már ilyen volt a gyomrom. Nekem egyébként pont a Markovics volt, bocsánat, de egyébként viccesen csinálta. Az Ivánkával dolgoztunk, és hát bakisztam, és így megvolt, így, hogy így lássam én, és így ránézett az órájára, már ennyi az? De egyébként
Bunkó ebből ezt nem mondom, de vicces, de valaki tényleg olyan nyomorgörcsöt csinálja. Igen. Okozott. De hát ez mondjuk elenyésző volt, azért a kollégák szerintem így... Igen, viszonylag azért megértőek, hiszen igen. Hiszen ők is ugyanabban a cipőben. De járnak. Tény, hogy amikor valaki időre kell, hogy menjen egy másik stúdióba, akkor nehezen tolerál. De ez olyan rossz, nem? Ti nem érzitek úgy, hogy bakizni, mert ciki? Vagy nem, nem ciki, szabad? De most, hogy egyedül vagy, most így kevésbé ciki. Igen, kevésbé ciki, de magad miatt is. Olyan rohanó világban élünk, igen. És én most nem akarok itt álszent lenni, de én is állandóan rohanok, és nem állok meg beszélgetni, hanem rohanok, és azért is volt jó a tömegezés, mert volt időnk egymásra, mert tudtunk beszélni, mert most meg bemész egy stúdióba is, egy csomószor még a váróban sem találkozol senkivel. Igen. Most aztán különösen most a pandémia miatt, végeztél és rohansz. De az az időszak, az már nem visszahozható. És te is sietsz, mert tudod azt, hogy munkával élünk, persze. Oda kell érni a következő, én például nem szeretek késni, viszont valamikor tényleg olyan sok munkám van, hogy nem tudok mondjuk egyik helyről a másikra átérni, mert nem szeretek késni, görcs van bennem, és azért úristen, mert mi az, hogy már 10 percet van. Amikor gyerekedért kell menni, csomó olyan dolog van. Az előbb egyébként, amit kérdeztél, hogy most meg tudnám-e szokni a szinkronizálást, lehet, de nem ugyanazt az élményt. A mostani fiataloknak, vagy a most pályakezdőknek nem ugyanazt az élményt, mint ami nekünk. Igen, lehet, hogy nekik az lenne a jó, hogyha beülnének bizonyos rendezők mögé, és néznének bizonyos kollégákat. Talán így lehetne tanulni, de még az sem az igazi, mint amikor ott állsz mellett. De lehet az is, majd ezt meg kell kérdezni tőlük a fiataloktól, hogy ugye neked ez egy nagy élmény volt a Helyei Laci bácsival, meg a többiekkel, Juhász Jacinttal, egyebek. Biztos neked is volt ilyen, neked is, nekem is. Nekik ugye én apukáddal is nagyon szerettem dolgozni. Én is, neki is. És apukáddal mindig beszélgettünk. Igen, hát akkor még volt. Ráadásul nála amúgy is volt mindenre idő, mert ő úgy csinálta, legyen. Ott nem volt rohanás. És hogy lehet, hogy egy csomó fiatal ezért nem dönt amellett aztán később, hogy szinkronizáljon, mert nincs meg az az élmény, ami nekünk még megvolt. Meg az elmélyülési hát én a Helyei Lacival is dolgozhatok együtt. Hát azért igen, fantasztikus az volt velük dolgozni. Másrészt meg milyen az, kapsz egy munkát, aminek nagyon örülsz, odamész, jó mondjuk nem moziról beszéljünk, de valami sorozat vagy. Akármi is. Amihez van kedved, és jó, de jó. És vége van, és rájössz arra, hogy mert sietni kellett. Igen. És nem tettem bele azt a fajta... Ez nekem sokat. Amit a Timi mondott az előbb, hogy ugye elkezdesz egy sorozatot egy stúdióban, egy rendezőnél, és valami miatt a második, harmadik, x-edik évad átmegy egy másik stúdióba. Nem mondok sorozatot, nem mondok rendezőt sem. Volt egy sorozat, imádtam csinálni. De tényleg, egyszerűen egy örömforrás volt a nap. Alig vártam, hogy jöjjön a sorozat. És átkerült egy másik stúdióba, és kínlódtam. Igen, és azt vettem magamon észre, hogy nem élvezem, kifejezetten utálom. Tehát, hogy legyünk már túl rajta, és ugyanez volt a szövegíró, hál' Istennek, minden más volt, tehát a színészek ugye a kollégák, de ott sem mindig volt, tehát valamikor tök egyedül voltam, de tényleg azt vettem magamon észre, hogy nem élvezem úgy, és mérges voltam magamra, hogy itt van egy ilyen jó kis munka, amit egyébként élvezettel kéne, örömmel csinálom, és nem tudom. Igen. Hát igen. Nekem is volt olyan rendező, akinek mindig azt vártam, de szerintem ő is, hogy halljon meg a figura. Csodálatos. És mégis hív dolgozni. De mindegy. Mert a hangot kell. De azért ezt mondjuk el, hogy voltunk együtt abban a sorozatban. Igen. Együtt is. Igen. Egy sorozatban. Hát, sorozat? Igen. Egy sorozat volt. Egy sorozat volt, egy nagyon vicces sorozat. Nem biztos, hogy ismerik a nézők, de... Igen. De Rebel Wilson volt a főszereplő, ők nem mi voltunk. Mi a barátnői voltunk, mert hárman csajok voltak, így együtt laktunk. Egy nagyon vicces sorozat volt. Nem. Én felírtam, fel van írva, de nem ide. De hát soha nem. Mindig bajos csajokat akarom, Csajos hármas. És akkor mi még együtt álltunk a mikrofon mellett, és mi az Andival mindig úgymond együtt voltunk
diszponálva. Igen. Persze a Rebel Wilsonnak, ő abszolút ott is már a húzónév volt, tehát ő volt a fővonal, a kokaspirot csinálta, azt hiszem, és akkor ő külön volt, és akkor mineg együtt. De hát szerzett. Nagyon vicces volt. Nagyon helyesek voltak. Kirendezte? A Csabi. Hídvégi Csabi. Ezt vegyük újra, jó? Hídvégi Csabi. Nem, azért nem. Én már öreg vagyok, és nem jutnak eszembe nevek. Egy. Én is egyébként. A Csabi sajnos már nem dolgozik a szakmában, és nagyon hiányzik. Úgyhogy ezért nem jutnak. Igen, ez Ivánkában. Hát. Egyébként a neveket én is mondom. A Markovicsot idézve. Ezt nem mondod. De... Na, hoppá, lejárt az idő. Sajnos. Na. Csak én ezt a Markovicsot nem sajnáltam, én most igen. Na, hát sajnálom, mert még megint nagyon csak az maradt, hogy mondjam. Nagyon sok jó emlék jött. Igen, és egyébként én nagyon örültem, hogy az Andival leszek. Szerintem először is szeretjük egymást, másrészt szerintem ellentétes karakterek vagyunk, mert te abszolút a főszereplő, a cuki, a szép, a kedves, a bájos, én meg vagy a vicces, vagy a nem vicces, vagy szemtelen, vagy határozott, vagy rendőrnő, vagy éppen a főgonosz, de szóval, hogy ellentétesek vagyunk hangban, de amúgy meg szerintem meg sok a közös bennünk. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. De jó, még 5000 kérdésem van. A nézőknek is nagyon köszönjük a figyelmet. Ez volt az új év előtt az utolsó adásunk, így van? Úgyhogy találkozunk 2022-ben. Boldog új évet! Boldog új évet! Viszontlátásra! Köszönjük az egész éves figyelmet! Viszontlátásra! Akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.